Hello, hello, sziasztok, hát szép jó estét mindenkinek, szia Bundi, szia Csilla, szia Csilés, sziasztok vodnézők, lörkölők, később vagy korábban érkezők, hát üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos szerda esti, igen, szerda van, szóval ezen a szerda esti streamen, amikor csillaghomokozni fogunk, igen, jó kis csillaghomokozás lesz, és szia Csicsu, igen, és szia Csicsu. Na mi újság veletek, hogy telt a napotok, remélem mindenkinek tökéletesen, kint most egy kicsit hűvösebb lett, de azért én délután láttam sütni a napot, egy picit legalább, egy picit kidugta az orra, úgyhogy ennek is már örülni kell, aztán mindjárt itt a nyár, képzeljétek el, nyári szünet, strand, meg ilyesmi dolgok jönnek. Igen, kivárja, ezeket szeretném látni. Meg Bundi, neked nem fáj a fejed, hogy megfejelted a billentyűzetet az előbb? Vagy az mi volt az a... Az ott mi történt? Jaj, kéz, jó, oké, Csicsu várja nyara. Na, ezt már szeretem. Ezt szeretem, kérem szépen. Na, képzeljétek el. Velem annyi történt ma, hogy délelőtt dolgoztam, aztán utána kis pihenés meg tanulás volt, és még munka után önszorgalomból visszanéztem még egy ilyen oktatásra, nem tudom, hogy lehet-e annak nevezni, egy ilyen top kollégát meghívtak egy, hát inkább előadásra, hogy ilyen kis tippeket, trükköket tanítson mindenkinek, és tök jó volt. Olyan dolgokat mondott, hogy így mondom, váó, annyi ihletet merítettem belőle a munkához, hogy iszonyat, úgyhogy megpróbálom majd ezt kamatoztatni minél hamarabb, és ez nagyon jó lesz. Ez a hangulatom? Az igen, Bundi, az igen. És képzeld el, csak egyszer vertem bele a fejem, mert ahhoz sincs kedvem. Na, szépek vagyunk. Én nem szeretem a nyarat, 25 fok fölött már megpusztulok. Csicsu meg 25 alatt? Hát figyeljetek, akkor egyezünk ki abba, hogy így fix 25 fok legyen, így végig. Nem? Az nem jó? Nem jó, mert egyikötök fölött, a másik alatta, és akkor így összehozzuk egy ilyen konstans 25 fokra. Egyezünk itt döntetlenben. Igen. 18-19 fok felett meghalsz. De hogy halsz. A 25 az még tűrhető. Én úgy vagyok vele, de szerintem ezzel sokan vannak így, hogy télen a nyarat várom, nyáron meg a telet. Ezt soha senki nem fogja tudni megmagyarázni, hogy ez miért így van általában. De én alapvetően a nyarat szeretem. Azt a nagyon meleg részét nem szeretem, amikor akármit csinálsz, már nem tudsz hol vetkőzni, és mondjuk akár még este ide be kell csukodni a streamhez a szobába, és itt még fűt a gép is, meg a lámpa, meg a minden, és itt nincs klíma. Úgyhogy az idén is csodás lesz nyáron, majd itt a ventilátorral megpróbálom úgy fújatni az arcomat, hogy a mikrofonban ne szűrődjön be a szélzaj. Az aztán mókás lesz. Ja. Úz is a klíma? Hát amúgy van itthon kettő is, csak egyik se ér semmit itt, ahol én vagyok. Mármint, hogy az egyik fönn van az emeleten, csak ott az emeletet senki nem használja, ott van egy szoba, ami igazából ilyen nem is tudom, ilyen vendégszoba vagy mi. A másik meg kint van a konyhában, ami tök jól működik, hogyha mondjuk a szobaajtó nyitva van, és úgy jön be, csak mivel amikor streamelek, akkor becsukom a szobaajtót, vagy amikor dolgozok, ezért az így sokat nem ér. Így előtte meg utána tudok klímáztatni egy kicsit. 14 fokba kitakarózva, mondjuk azért az már tényleg kemény. Ja, és képzeljétek el, ma tanultunk a gyerkőccel, mert mondogatta hazafele a suliból, hogy ő most már szeretné megtanulni a rendes órát, hogy lehet azt értelmezni, meg leolvasni, mert hogy ezt a rendes számos órát, ami neki ugye a digitális óra, a rendes számos óra, mert hát fiatalság,
Szóval azt úgy már tudja, de hogy ezt a kör órát ő ezt még nem tudja leolvasni, és hogy azt szeretné megtanulni, úgyhogy hazafel a kocsival megbeszéltük, hogy akkor ma délutáni program az lesz, hogy akkor órát tanulunk, hogy ezt hogy kell leolvasni, meg hogy kell beállítani, meg mit oda-vissza minden irányba menjen neki. Rajzoltattam vele kis ilyen órát egy lapra, behúzogattuk a alapvonalakat bele, és akkor egy kisebb ceruzával, meg egy hosszabb ceruzával így szépen megtanítgattam neki, hogy akkor hogy kell leolvasni, hogyha erre áll, akkor annyi óra van, hogyha másik mutató arra áll, akkor mondjuk csak fél három van, meg stb. Úgyhogy ezeken szépen átrágtuk magunkat, és utána ugye a napköziben járott megírja a háziát, és utána ellenőriztük le a házi feladatot, és véletlenül egyet tovább lapoztam, és képzeljétek, hogy holnap fogják tanulni az órát. Úgyhogy itt nem tudom, hogy ő tudta, és azért kérdezte már a kocsiba, hogy holnap azt fogják tanulni. Lehet, egy kis cseles volt, és ezt így nem mondta nekem, de ő már tudott róla. De mindegy, most megtanultuk. És akkor holnap már úgy megy suliba, hogy már tudni fogja azt, amit ott tanulni fognak. Sőt, igazából holnap még csak egész órákat fognak tanulni, mi meg már ilyen negyed, fél, háromnegyed, már ilyeneket is megtanultunk, és az is tök jól ment neki. Ma ez történt, megtaláltam az új kedvenc szavam. A cica kisajátította az egyik kontrollert, fáj a lábam, mint a rosszabb, odaégettem egy Mirelit pizzát, aludtam és gémeltem. De várjál, mi az új kedvenc szavad? Mert azt most nem találtam meg a mondandódba. Azt most nem. Igen, most már ez érdekel. Akkor csicsú tese? Jó, akkor nem én vagyok a figyelmetlen. Ciki vagy sem, de mivel ez egy elég súlyos, vagy mi? Ciki vagy sem, de mivel van ez az elég súlyos jobbal tévesztésem, de nem kell nagyon nehéz megérteni. Mármint az órát? Aha. Jó, hát igen, azt mondjuk lehet, hogy hátrány. Én azt vettem észre, hogy ez a hölgyeknél elég gyakori ez a bal jobb tévesztés. Mármint, hogy ez nem annyira ritka jelenség, így a közeli ismeretségi körömben több nőnek van. Most lehet, hogy ez tök véletlen, de lehet, hogy ez egy létező dolog. 21 hónapos lányom babakocsiában van néha egy Rubik kocka, azt szokta mondani idegeneknek, hogy ezt szokta kirakosgatni unormában. Az igen, szia Gergő, hello. Hát én a Rubik kockát még a mai napig nem tanultam meg kirakni, múltkor is, amikor szintén a kisfiammal játszottunk vele, és már elegem lett, hogy tényleg még én se tudom kirakni, nem hogy ő, és hogy tanítsam meg őt kirakni, hogyha én se tudom, hogy kell. Úgyhogy akkor töltöttem le telefonra ilyen megoldó applikációt, hogy így körbe kellett a kamerával szkenelni, és akkor utána megmondta, hogy mit merre forgassak, és úgy, legalább úgy sikerült. Ja, pedig tudom, hogy elvileg csak 2-3 ilyen alap dolgot kellene megtanulni róla, hogy mit hogy csinálsz meg, és utána már menne az egész. Ja. Meg mit akartam még nektek mesélni, hogy holnapra is be van írva ugye a Starsend, de az még változhat, mert még majd Buksival egyeztetünk, lehet, hogy valami kópjátszódást nyomunk. Azon belül nekem már vannak ötleteim, de majd megbeszéljük, meglátjuk, mi lesz. Ugye péntek, szombat, pihi, vasárnap sakkozunk egy jót, és ugye hétfőn is szünet van, amit én tök elfelejtettem. Én tök elfelejtettem, hogy hétfőn szünet lesz, amikor írtam a menetrendet, úgyhogy lehetett volna vasárnapra valami hosszabbat is beírni, de simán lehet, hogy a sakk az mondjuk elég hosszú lesz majd. Majd meglátjuk. Aztán jövő hétre meg már lehet, hogy kéne megint újítani valami játékot, mert amik most vannak, azok már nagyjából ki vannak futva, illetve Csicsu. Te itten vagy még? Remélem itt vagy. Kérdeznék tőled. Valheimmel mi újság? Te még szoktál följárni?
Mert hogy... Épp nem olyan rég mondtad Szalesnek, igen, mert az annyira így elmaradt, meg mit tudom én. Valamikor végére kéne annak is járni, hogy összeformoljuk az utolsó bossra a cuccot, összeszedjük magunkat, aztán ha már így már senki se jár föl, akkor legalább annyira összeszedjük magunkat tényleg, hogy lenyomjuk az utolsó boss Valheimbe, és akkor utána majd megállítom a szervert, csinálok róla majd egy... Ezt akartam mondani, hogy lementem a mapot, és addig megállítom, mert hát így igazából, hogy nem nyúlunk hozzá, meg most már te se jársz föl, még ugye te voltál az, aki a legaktívabb volt a végén, azért hagytam, de mondom, most már rákérdezek, hogy szoktál-e még fölmenni, mert ugye így meg csak viszi a 11 eurókat havonta, aztán igazából, ha már te se jársz föl, akkor nincs értelme. Ha még följártál volna, akkor azt mondom, hogy menjen tovább. Mond bazó. Az mi? Az mi? Free 099 feliratkozott. Menj már, hogy elment az idő, de megszülettem Tamásom. Nem tagadhatsz le. Én vagyok Havas Free. Na de boldog 9 ET Joe játszást kívánok. Az igen, Free, nagyon szépen köszönöm a 9 hónapot, hát megszületett a Twitch baba. Adjál már neki nevet, valami nevet osszál neki. Valami nevet osszál neki, és nagyon szépen köszönöm még egyszer. Hát jobb, akkor belépek kicsit. Én nem látom, nincs arra lók, hogy ki mikor lép be, Csicsú. Úgyhogy ezt csak így elmondás alapján tudom, hogy ki hogy játszik rajta. Mon bazó. Ez valami autós? Hát, Bundi, annyira nem fogott meg most így első ránézésre, és pont ugyanannyiba kerül, mint a Long Drive, akkor már inkább azzal szórakoznék. A Long Drive-ot ismeritek? Autós, BMW-s, drogos, juhar, szirupos. Hát látom, de olyan meh. Mármint, hogy itt semmi extrát nem láttam rajta eddig, vagyis logikát nem látok benne, de ki tudja. Ki tudja, Bálint? Jól van, Free, akkor a Bálint lesz a Twitch babánknak a neve, az első közös Twitch babánk neve. Köszi. Szóval akkor már inkább mondjuk egy Long Drive-ot elkezdenék, az ugye egy magyar fejlesztésű játék, és annak az a lényege, hogy el kell menni a mamát meglátogatni, 5000 kilométerre lakik, és útközben mindenféle ilyen régi keleti autókat találsz, meg egy-két ilyen egyéb régebbi autót, így a Trabanttól, a Ladán át, a Barkason keresztül. Ott mindent össze lehet tákolni, meg az Ikarus csuklós buszból kiveszed a motort, az berakod a bogárba, meg mit tudom én, úgyhogy lehet ökörködni. Eddig nem jött ki, és úgyse lesz annyi stream belőle. Hát annak nem a vége a lényeg, hanem az, hogy ökörködni benne. Abba csak ökörködni kell. Na de olvasom vissza a csetet. Egyszer egy fodrász, mikor vágta a hajam, és mögöttem át, kérdezte, hogy melyik oldalon szoktam elválasztani. Mondtam, hogy jobb oldalon. Erre elválasztotta a bal oldalt. Mondtam neki, hogy a másik jobb. Azt mondta, hogy mi? Azt hittem neked jobb. Pilasztam rá, hogy vad. Erre a fodrászra amúgy az a trükk, hogy ha mögötted áll, és egyszerre nézitek a trükköt, nem trükköt, tükröt, akkor mindegy, hogy balt vagy jobbat mondasz, mert mind a kettőtöknek ugyanaz lesz. Ezért szokták azt a fodrászok, hogy ezt olyankor kérdezik, amikor mögötted állnak. Tudnak valamit amúgy. És akkor nincs ilyen. Mutass oda, hogy itt. Amúgy az se rossz, csak amikor rajtad van az a nagy lepel, és nem akarod fölemelni, mert már azzal összehajazod magad. Ja. Meg szia Gika, meg sziasztok most érkezők. Misi, meg a többiek. Nem tudom, ki érkezett még most. Ha itt múltkor jöttem szörrajú a játékot, amúgy azt lehet érdemes még beszerezned? Láttam, hogy te kipróbáltad, de körülbelül olyan 25 másodpercet volt időm benézni a streamre. Hogy tetszett? Tudnál írni róla egy pár szót, csak hogy milyen volt?
Toplista még mindig fejlik a hát, szerintem a sok mindenkinek. Jó, hogy nem érdemes, olvasni se tudok, hát ezt már megszoktátok. Akkor jó, akkor jó. Akkor én meg a Minecraft Legends-ről tudom azt mondani, hogy nem érdemes belemerülni. A My Village Life. Azt se ismerem, de arra is rákeresek. Nem tudom, nem tudom. Falusi szimulátor. Hát jó, jó, de akkor már inkább long drive-ozni. Bördi, köszi szépen a 125-öt, szia-szia. Hinnye. De bekagáltam. Bördi berobbant. Az ide villant elénk. Jaj, Don't Starve-ot szemeltet ki? A Don't Starve az nagyon jó. A Together is, a sima is, és a simának az a mocsok sok DLC-je is nagyon jó. Teljesen más játékok lényegében minden egyes DLC. Mondtak vihart, de csak a hétvégére? Hát megjött. Megjött madárka, meghozta a vihart. Jaj, de betoltam. Jaj, de nagyon betoltam. Na, de mit szóltak akkor, hogyha most már így belettem tojatva, akkor nekiállunk játszódni. Indítok egy csillaghomokot. A sound effect majd elképezi a hangulatom? Az igen. Az igen. Kéne játékkép? Azt szeretnétek, hogy legyen játékkép? Tessék. Mindjárt mondasz egy nagyon jó játékot, dobd be Discordon a játék ajánlóba. Onnan nem tűnik el, mert chaten elveszik. Nem kell játékkép, én hiszek neked? Jaj, képzeljétek el, néztem így ilyen bambulósan még talán tegnap este, vagy nem is tudom mikor. Nessai vodott Minecraft Dungeons-ről, és sikerült eljátszani azt, hogy körülbelül 5 percig játszott játékkép nélkül, mert nem Legends-ed a Dungeons-el játszott, mert ugye átváltott arra a kamerára, ami így közelről mutatja, és utána elfelejtett visszaváltani, és nem olvas csetet. Legalábbis akkor nagyon nem olvasott csetet. Állj meg! Úgy. Husi! Oda, husi! Azt a mindenit! Leja, nagyon szépen köszönöm a 3 millió fős raidet, hát mi újság veled, mi ott csináltatok? Meg szia Witchcrafty! Hogy van? Jobb gomb, bal gomb. Úgy, lövöm. Husi! Nagyon jó, gyűjtünk kaját, meg sütünk kaját kezdésnek, aztán kitaláljuk, hogy ma merre kellene elindulni. Valahogy kellene szerezni állatokat. És bőrt, hogy tudjunk magunknak itókás kulacsot csinálni. Az nem volna rossz. Micsoda game, ez még sose láttad? Hát kérem szépen, ez sivatag szimulátor. Mi egy sivatagi maratont futottunk. Ugye ezek vagyunk mi. Amikor is egy homokviharba kerültünk és eltévedtünk, és valószínűleg most éppen egy másik bolygón vagyunk, nem csak hogy a sivatagban eltévedve, és ez már a 3. nap, amit túléltünk. Meg volt a nagy finálé? Na, gratulálok, gratulálok. Akkor már végére érsz mindjárt. Hopp, az egy béka?
Az bizony egy béka volt. Most azon gondolok, hogy az ott mi? Az valami állat, vagy egy növény? Á, ez csak egy növény. Vagy déli báb. Ja, ugyanúgy van minden, így fix a pálya, az nem változik. Elméletileg, aztán ki tudja. Meg ugye ugyanúgy, mint a dűnében jönnek ezek a homokkukacok, néha aztán meg akarnak enni, meg ki tudja még milyen vadállatokkal fogok összefutni. No, azt mondja, kell ide húsit berakni. És ezt valamivel ki kéne sütni, miből érünk? Ez mi? Log 2 darab, mondjuk azzal a 2 loggal kisütjük a húsit. Aha, ha benne állok a tűzbe, az fáj. Nem tudom, tudtátok-e? Ez pro tipp a játékhoz. Csak a dűnében picit nagyobbak a kukacok és hasznosabbak is. Lehet. Ott van valami. Ott látok valamit, meg ott is látok valamit. Várjál, azok is lehet, hogy csak növények. Fölmegyek ennek a tetejére. Előbb sikerült, most is kéne neki. Úgy. Aha, azok csak növénykék, ugye legutóbb arra indultunk el. Ami azt jelenti, hogy erre indultunk el, innen jöttünk. Lehet, hogy akkor én elindulnék, hogy északi irányba. Hát, ami úgy kb. Arra van. Megnézzük, hogy arra mit találunk majd. A legenda nem tűnt el, de hogy tűnt el. Kelvin nagy forma. Kelvin nagyon-nagyon nagy forma. Vajon ma eltévedt, Tomi? Hát ez jó kérdés. Az biztos, hogy innunk kéne, mert szomjasak vagyunk, de nagyon. El is felejtettem, hogy itt inni fontos lenne. Igen, kecskebőr kulacs kellene, és hagytam ott lootot, viszont az a loot az még számunkra nem fontos, szerintem. Mármint, hogy későbbiekben biztos, hogy az lesz, viszont most még annyira nem számít. Ami fontos lenne viszont, hogy vigyünk magunkkal majd ilyen irányzéknak ezeket a jelző nyilakat. Igen, amúgy meg Sons of the Forest-ben rengeteg frissítés jött, úgyhogy majd ha még érkezik hozzá, akkor majd úgyis neki fogunk még állni. Hogyan áll a husi? Nagyon jó, az még bőven sűrű, eddig bejövök ide az árnyékba. És megnézzük, hogy miből kell craftolni, mert már elfelejtettem. Aha, ahhoz stickel 3, és kötél kell 1, és a kötelet pedig ilyen stemből csináljuk, a stemet pedig úgy csináljuk, hogyha ledobok pálma leveleket, mondjuk így, és az baltával széjjel csapom. Közben elégett a tűz. Na de várjál, ezt dobjad kifelé? Úgy, a splitteld el. És rakok be még egy logot, hogy süljön. Ezt meg addig ütjük tovább. Szétütöttem mindet? Szerintem igen. És akkor most kellene ebből egy kötelet craftolni. Kötélből pedig majd ilyet kell. Tegnap erősödött már 2 rönköt is víz. Mi a fene?
Mi a fene? Jó, ezt itthon hagyjuk. Skorpió farkakat itt hagyjuk, nyilvesszőt visszük. Ezeket a kókuszokat elviszem, mert azt remélem, hogy így meg lehet mondjuk inni belőle valami folyadékot. És ez nagyon jó lenne egy a bolyongás közben, hogyha esetleg tudnánk magunkkal vinni itókát. Viszünk fát, húsit, innivalót, meg muníciót, és így nagyjából ennyi lesz az útravalónk. Meg még ezt a kis húsit elvinném. Még az egy mindjárt el is készül. Nem mondod, hogy pont nem tudott elégni. Tükköztem. Jó. Oké. Szia Tamás, hello, hello. Az igen, Gergő, az igen. Na, szóval kaja van nálunk. Ettünk is, és még maradt 4 darab. Iszunk is egy jót, és el is indulunk szerintem. Nem tudom, hogy mennyi az idő, de elindulunk. Tamás örökre el fog veszni? De hogy fogok elveszni? Az a lényeg, hogy pontosan kell tájékozódni. Északra megyünk. Úgy, az az irány. Ez a játék, ez csak szóló. Ez konkrétan csak szóló ez a játék. Pedig ez is jó lehetne multiba, csak mondjuk ha multiba eltévedsz, akkor érted, akkor mit csinálsz? És tök jó, mert ha nem találnánk haza, akkor csak délre kell menni. Hát így eddig láttuk az otthon, szerintem mostantól már nem fogjuk látni, viszont itt nincs árnyék. Ami egy icipicit problémás lehet, így lehet halunk? Valami árnyék nagyon kellene. Hát ez lehet, hogy nem egy jó irány így bolyongásra. Nagyon szaladjunk vissza, mielőtt meghalunk. Hűha, másik irányt kell választani. Aha, megsülünk, 44 fokosak vagyunk. Hát lehet, hogy már konkrétan haza se ér, hát azért csak hazaérünk még. A hőmérséklet 44 fok, nem a tested? Hát a testem külső hőmérséklete, vagy nem tudom, a ruhám. Egyezünk ki abba, hogy a ruhám. Viszont amúgy nem sérülök tovább már, mintha 45 fok, és visszatöltődött az életem. Mi történik, ha csak simán itt kim vagyok a napon, és nem állok árnyékba? Hogy kiszáradok, aha látom, hogy hogy megy le a vizem. Ú, de még hogy megy le. Kellene még egy meleg tea. Állítólag azt hiszem, hogy a törökök szokták ezt csinálni, hogy meleg teát isznak a nagy hőségre, és az segít nekik, hogy valami ilyesmit hallottam korábban. Sivatagban nem elég mi szokás, hanem kiszáradni? Aha. Na jó, de akkor hogyan tovább?
Mármint, hogy erre tudjuk, hogy van dolog eddig. És ha nem arra indulok, hanem totálisan kelet felé. Nézzünk már itt egy kicsit körbe, és fölmegyünk ilyen dombtetőkre, aztán onnan körbenézünk. És igen, a török 600 fokban és meleg fekete teát iszik, és még finom is. Én egyszer ittam olyat, mert hozott egyik ismerősöm, aki kint volt nyaralni, és mocskosó finom volt szerintem. Megnézzük még ezt a domboldalt is. Az nem olyan jó, hát gondolom, hogy nem az igazi, csak hogyha kint kóstolod, de akkor is. Nem tudom olyanra főzni. Na akkor majd egyszer megkérem a török ismerősömet, hogy főzzem el meg nekem olyanra. Mint ami ennek kell lennie. Kicsit hangos a zene. És hol lakunk? Ott a bagödörben lakunk? Remélem. Nem úgy tűnt, de legalább finom volt. Az igen csili. Jó, itt lakunk. Fú, már egy pillanatra megijedtem, hogy rossz irányba jöttem, vagy akármi. Pedig valamerre tovább kell mennünk, mert ez nem állapot, hogy csak itt állunk. Áú. Egy helybe. Merre kellene elindulni? Ugye éjszakra próbáltuk, az nem volt túl sikeres. Ugye nyugatról jöttünk mi, de simán lehet, hogy nyugatra még van valami. Próbáljuk meg azt akkor, hogy elmegyünk ebbe az irányba. Ugye ott tudjuk, hogy van egy pont, ott le tudunk hűlni legalább, ha már más nem tudunk csinálni. Merre? Erre megyünk kb. Ugye? Nagyjából. Nagyjából aztán majd meglátjuk. Valamire ki kéne szökni ettől az oázistól mindenféleképpen. A vonalat képzel az eddig felfedezett oszlopok és a tóparti között. Hát attól az oszloptól így az látszik. Mármint, hogy ott egyértelműen látszik, hogy ott mik vannak. Szerintem. Aztán lehet, hogy simán tudjátok, egy ilyen kis dombocska kitakarja, úgyhogy észre se veszem, hogy közben ott volt valami tőlem 20 centire. Na, ott van valami. Az egy fa, az a fa lesz, amit még a játék legelején találtunk pihenőképpen. Igen, onnan láttuk meg az oázis szerintem. És esteledik. Annyira jó bármilyen kis piszok érdekes a sivatagban, hát te tényleg. Itt akármi. Nyaralni vagyunk, alkohol a kerek is fekszek. Az igen. Na igen, innen indultunk, ez volt a spawn. Az ott nem rémlik, hogy az ott mi.
ott az ott volt? Vagy ez csak ilyen random szikla? Ez csak egy random lyukka. Kivágjuk, ha már. Már csak 35 fok, ez így most tökéletes amúgy. Jó, kis loot. Ugye ebből a kis házikóban, jól emlékszem, nem volt semmi. De mondjuk ebből a házikóból ugye egyenesen indultunk el, és ki tudja, lehet, hogy mögötte itt volt a kánoán. De benézek ide is még egyszer, hát ha valamit itt hagytam. Mondjuk itt egy kő. Itt egy asztalon a semmi. A falon a semmi. És hogyha itt mögötte indultam volna el, akkor hova lyukadok ki? Majdnem 4 kilométert sétáltam a kutyákkal. Az igen. Na jó, most esteledik, úgyhogy végre hűvösebb van, most tudunk menni. Végre egy kicsit távolabb, kérdés, hogy ér-e valamit, hogy erre eljövök, vagy itt semmi nincsen, bár ez nekem nagyon úgy tűnik, mintha ott lenne valami, az egy nagyon nagy öböl. Nevezhetjük öbölnek a homok közötti völgy, bocsánat, völgy, ez a megfelelő szó, talán. Aha, látjátok, itt van homok. Bogár, de az a múltkor is elásta magát. Hol a fenébe vagyok? Ugye körülbelül akkora távolságot tettem meg most a spawntól, mint amekkorát a bázistól tettem a spawnig. Ugye kb. Innen indultam idáig, akkor körülbelül itt lehetek most. Homok, hát ott volt. Nem szeretem a homokot. Hopp. Hát de kérem szépen, ez egy másik oázis. Hát találtunk valamit, ami lényeges. Nem eltévedtem. Én pontosan tudom, hogy hol vagyok. Azt nem tudom, hogy körülöttem minden más hol van. Azt nem tudom, de azt tudom, hogy itt most van egy oázis előttem. És egész nagy. Hát te ott aztán mi vagy? Ez valamilyen hiéna jellegű teremtés. Volt nála hús, azt követ eldobom, meg bőr. Jó, a botokat is eldobom. Oké.
Ott van még egy. Nem kellett volna kettőt mellé lőni mondjuk, és akkor nem tudott volna megütni. Na, figyeljetek, csomó hús, van négy bőrünk. Van négy bőrünk, nagyon jó, meg ide lőttem valahova nyilvesszőt, amit jó volna megtalálni. De szerintem már nem fogom. Ah, de egy itt van. Oszt ez mi? Onán! Na jó, csináljunk ide egy tábortüzet. Illetve lerakom a jelölőt, ami elvileg, hogy vagyunk északkelet, akkor ennek keletre kell mutatni, akkor ha ez az észak, akkor erre kellene mutatnia. Yeah. Így. És akkor itt vagy. Aha, egész jó, belőttem amúgy, hogy hol vagyok, és az irány is jó volt. Az irány is jó volt, ez a banán, ez mit tölt, ha megeszem? Étet. Aha, ez vizet nem tölt, tudunk inni akkor egyet viszont. Nagyon jó, és kellene csinálnunk egy tábortüzet, mindjárt olvasok csetet is amúgy, csak most izgalmak vannak. Where is the tábortűz? Ott van. Két kő kell hozzá, és stickek kellenek. Stick. Stick. Jó, banánmag. És kettő kő kellene még. Aha, csak nincs helyem. Jó, akkor ideiglenesen eldobjuk ezeket. Meg ideiglenesen eldobjuk a husikat. Úgy, de csak addig, amíg megcsináljuk a tábortüzet. Igen, itt a skorpióktól lehet, hogy tartani kellene. Szóval... Ó, kell még két stick, várjatok. Egy stick, meg itt ugye eldobáltam még sticket, azt hiszem. Két stick. Na, jó. Craft. Mégis mit töltene a banán, hanem a kaját? Már én úgy értem, hogy esetleg mondjuk vizet tölte valamennyit, tudod? Vagy a szomjúságot is oltja esetleg. Ezek nem csoportosan szoktak élni? Hát, de itt most kettő volt, legalábbis kettőt láttam. Lehet, hogy még mondjuk itt sétálgat valahol egy belőle, vagy több. Na, mi kell? Tábortűz. Összeszedem a husikat. Meg ezeket is. Úgy, a húst kisütjük. És... rakunk bele a fát bőségesen. Úgy, és egy kicsit körbenézek itt, hogy mik vannak. Van kő, van banánfa. Ugye ez az útmutatóm. Ez lyukka. Van itt bot. Kicsit félek itt sötétbe, itt a szikla. Ó, az csak kő. Szóval kicsit félek a sötétbe itt a sziklákon, hogy mikor ugrik rám egy skorpió, mint mondjuk ami ott van. Szerencsé, hogy ikítanak a sötétbe. De ezen kívül nagyon új dolgot, mármint hogy itt a banán az új dolog, azt veszem észre. Meg ez mi? Mangó! Várjál, akkor mangó is van. Akkor mangót és banánt találtunk ezen a helyen. És ide lerakhatnánk megint egy ilyen oázis jelölést. Úgy oda.
csodálatos. Buksi, nagyon szépen köszönöm az 5 millió fős rédet, hát mi újság? Hogy ment a tolvajlás? Hogy ment a tolvajlás? Ez a kiszáradt fa, ez valami? Nem, az nem valami. Az semmi. Sült hús nagyon jó. Na, és akkor kérdés, innen hova tovább? Mert ugye most tök jó, hogy idáig eljöttünk. Viszont innen még lehet, hogy lehetne menni nyugatra, egyenesen tovább. Az simán lehet. Sőt, lehet, hogy a spawnpontról kellett volna éjszakra elindulni. Még ott is lehet valami újdonság. Meg mit keresünk? Várjál, ugye bört kerestünk. Ahhoz, hogy tudjunk csinálni ilyen kontint, amihez három kell, úgyhogy tudunk még vizet magunkkal vinni. És volt valami ilyen napvédőruha, ahhoz ugye klotot kellene szerezni, az még nincsen. Illetve nem is tudunk gyártani, de tudunk gyártani hempből. Na, olyat még nem láttam. Tudod, hogy a DC szervereden a tartalom az artalom? Hát mert árt, Birdy. Árt. Mint művészet, gondolom, hogy innen jött a szójáték, és azért lett úgy kiírva. De javíts ki, Gergely, ha nem jól gondolom. Mi egyre próbenyveskezőek vagytok? Na, az jó. Ennek így van logikája? Néha gondolkodni kell. Mondjuk mondom ezt én, igen, ne is mondjatok rá semmit. Szóval, turbán. Igen, ezekhez kell a klót, backpackhez. Az még több ledőr kell, lehet, hogy én ilyen vizes át. Hát inkább a hátizsákra kéne gyűjteni, az már csak két ledőr, és akkor lenne hátizsák, aztán onnan majd haladunk tovább a dolgokkal. És akkor velem akarsz logikai játszani? Zseniális ötlet? Jó az, hidd el. Nagyon, nagyon menő lesz. Na viszont mit hagyunk itt? Azt kell eldönteni. Nem igazából egyelőre semmit, mert a logokat is fölveszem. Még itt körbenézhetek, hogy mondjuk ha van mangó, azt el tudom vinni magammal. Meg ezt a lyukát itt szétszedem. Az is ad egy kis temet. Milyen a sivatagban? Jó. Eltaláltunk egy újabb oázishoz, ahol találtunk új dolgokat, például már van bőrünk. Ami elég hasznos tud lenni, mert abból tudunk majd táskát csinálni, meg mindenféle dolgokat. Ez mi? Hogy milyen? Leaf spad. Oké. Egy csomó technológiának az alapja, azt mondja. Aha. Technológia. Technológia. Ja. Nevezhetjük technológiának, igen. Uh-huh.
kérdés, hogyha azt a növényt kivágom, akkor mit kaphatok belőle? Holnapi napra tracsoljunk. Jó, oké, vannak ötleteim, majd átdobom stream után, aztán kiválasztod, hogy nekik, neked melyik tetszik azok közül. Aztán valószínűleg ennyi lesz a döntés. Jaj, viszont eloltottam a tüzet és fázok. Aha, az nem jó, nem jó. Várjál. Úgy. Égjél még egy kicsit. Mi lesz holnap? Hát nem Minecraft. Nem Minecraft Legends, hanem bármi más. Úgyhogy azt beszéltük Buksi, hogy valami kóp dolgot összedobunk így nagy hirtelen. Most jelenleg Star Sand van kiírva, de az át lesz valószínű javítva valamire. Igen, és víz alatt még nem néztünk körbe, majd mindjárt olyan, vagy lehet, hogy a víz is meleg, és az nem hűl le annyira. De, a víz az hideg. Az lehűl, az nem tartja a hőt. Hol tudok kijönni? Megfagyok. Jó, megtaláltam. Úristen, mi van itt a víz alatt? Na várjatok, ezt meg kell majd nézni. Egy komplett vízi világ van lent, szerintem. Mindjárt indul a Subnautica a játékból. Melegedhetnénk gyorsabban vizecske? Vagy mi ez, tüzecske? Ja, hogy megégek, de nem lesz 7 foknál melegebb. Értem én. Szia Anonim, hello. Ránézésre Kender? Nekem is úgy néz ki. Nekem is nagyon úgy néz ki, meg a levele is hasonló volt. Sőt, még talán a neve is. Mi a neve? Panapaplent. Na jó, kivágom már, kíváncsi vagyok, mit ad. Róhempet adott. Na, wait a minute, várjatok. Az ez, ebből tudunk flotot gyártani. 4 darabból tudunk egy klotot gyártani. Van még itt ilyen? Ez is az? Aha. És holnap is 22 kezdés? Szerintem holnap lehet korábbi kezdés majd, mert igazából szabad leszek, de majd egyeztetek még Buksival, hogy neki hogy jó. Valószínűleg neki is jobb amúgy a korábbi kezdés, még amúgy is akkor szokott. Csak tényleg még majd a játékot kell leegyeztetnünk, mert ez csak ilyen hirtelen jött ötlet volt tegnap, mert tökömtele lett egy picit a Minecraft Legends-el. És pont itt volt Steven, és akkor mondta, hogy nyomjunk valami kópot. Azóta meg nem tudtunk még egyeztetni, úgyhogy ezért nem kiforrott még az egész. Viszont van 6 darabunk, úgyhogy abból tudnánk csinálni klotot, viszont akkor 2 helyet foglalna. Mi kell a backpackhez? Ahhoz meg ledőr kéne. Ledőr meg nincs több. Ebből meg ilyen nagyon sok klotok kellenének. Ja, a Legends az nem adta már a vége felé. Én inkább kezdtem volna bele egy ilyen Dungeons-be. Még az is menő. Komplett farmgazdaságot? Lehet. Lehet, hogyha el szeretnék jutni a technológia csúcsára, akkor szükség lesz rá. MC-s Diablo? Igen. Sőt, amúgy ma rákerestem arra is, hogy mennyibe fog kerülni a Diablo. Egy kósza gondolat átszaladt a fejemen.
hogy te tudod mennyibe kerül? Sokba megtaláltam én is. És valószínűleg az olyan játék, amiben a világ összes idejét bele lehetne pakolni. Én játszom veled bármikor? Az a baj, lehet, hogy szabadon foglak fogni, mert én ugye még sose diablóztam. Vagy ha igen, akkor nagyon minimálisat még gyerekként. És most elgondolkoztam ugye már azon is, hogy így, hogy a Minecraft Legends nem jött be, hogy a Dungeons-t kipróbálni. Viszont igazából, ha már kipróbálom a Dungeons-t, akkor már miért azt próbálom ki, akkor meg már miért nem állok neki diablózni rendesen. Szóval, hogy értitek, ha már, akkor miért ne csináljam rendesen, ha már csinálok valamit. Úgyhogy ezért gondolkodtam el a dolgon. Mikor fog az megjelenni? Mármint ez valamikor mostanság lesz, nem? Van még egy. 6. ohat. És ott mennyire butaság a sima alapcsomagot megvenni, mert láttam, hogy ott 800.000 féle dologból lehet, jó nem, hazudok, nem 800.000 féle, csak mondjuk 3 féle verzióba lehet megvásárolni. És amúgy az kicsit bosszantó volt, hogy amíg nem regisztrálsz, addig konkrétan nem ír árat a Blizzardnak az oldala, az ilyen kicsit így ilyen buy, miért nem vagy hajlandó kiírni az árat, csak úgy dolog volt nekem. Máskor csak kérdezz meg, jó, oké, de szeretek néha így önállóan is utána nézni dolgoknak. 19 darab füvünk van, ilyen kis gumócskánk, és hempből pedig 14 darab. Mennyiből készül? Egy. Ugye 4-ből készül, akkor 3-at tudnánk most. Igen, 3-at tudnánk most legyártani. A 3... az még kevés, ugye 4 kellene. 4 kellene az első ruhadarabhoz. Persze, hogy pont nem adott annyit. Nem, meg elfogyott az összes fa, akkor vágni kell még fát. Kivágjuk mondjuk ezt a... Mert ez banán. Nincs itt kókusz véletlenül? Hogy várja? Lehet, hogy ez az. Mindegy. Hát végül is megoldottam, igen. De hozzá kell tennem, hogy nem regisztráltam be. Mitől sérültem? Ja, mert olyan szomjas vagyok, hogy sérülök. Nem vettem észre. Szóval akkor sem regisztráltam be, hanem csak szimplán beírtam Google-be, hogy Diablo R. És akkor kiírta az árát. Most hova döntöttem ki azt a fát? Itt van. Nem tudok logot fölvenni. Akkor eldobjuk a botokat, és inkább a logot viszem magammal. Hogy el tudnak törni az eszközök. Jó tudni. Hol a kés? 7 kő kéne hozzá. Hát beszpónolta konkrétan mellém a mocsok. Jó, eldobjuk ezt a 2 logot. Csak kéne 2 kő, hogy gyártsunk egy kést. Hol volt a kő? Fönn dobáltam ki, ez a legegyszerűbb talán.
Én pedig itt akartam ezeket vágogatni. Legnagyobb csomag $100 lesz, de megéri? Ott láttam, ilyen Battle Pass-októl kezdve mindenféle istennyilát adnak mellé, csak nem tudom, hogy az ilyen lényeges dolog-e, érdemes arra rámenni, vagy tök fölösleges dolog. És csak kapsz 2-3 skint meg valami ilyesmi cuccot. Nem tudom fölvenni, mert tele vagyok, mert fölvettem ilyet, mert ez nem kell nekem kézbe, nekem csak a darabja kell. Ja, skinek mount, meg az extrák? Á! Értem. Oké, na most már föl tudom venni ezt. Itt kisült a husi. Ezt lehet, hogy itt hagyom, hogyha lent találunk valamit, azt el tudjam hozni a víz alól. Na, nézzünk be, hogy mi van lent. Hogy ez ennyi. Főfelé. Elfelejtettem levegőt venni. Elfelejtettem, hogy levegőt kéne venni. Szales! Köszi szépen a 100-as kopogtatást, de betoltam. Azt a mindenit, köszi szépen még egyszer. Miért nem tudok lefelé menni? Legalábbis gyorsabban. Olyan bénán úszik ez a karakter, hogy hihetetlen. Semmi nincs az alján amúgy. Vagy nem veszem észre, megfullok. Megfulladok. Nem fulladok meg. Jó, ne aggódjatok. Pro playerrel van dolgotok. Hol lehet kijönni a vízből? Itt talán. Nem. Akkor itt lehet kijönni. Ha? Gondoltad, bekopogsz? Na, jól tetted. Jól tetted. Na, úgy látom, hogy ezt itt kifulloztuk, az összes kendert összekapartuk magunknak. Mindent, ami lényeges volt, azt összeszedtünk igazából. Logokat még viszek el egy pár darabot. Melyiket vágjuk ki? Mondjuk ezeket kivágjuk, ezeket a pálmákat. Viszont lépek, mert munka holnap. Hát jó éjszakát és jó munkát holnapra. Tamás megfullad a sivatagban? Hát ehhez is tehetség kell. Ehhez is tehetség kell. Szales jön vagy megy? Hát csak bekopog. Hát mondtad, csak bekopog. Ó, foncot most szét se szedem, vagy szét kéne? Igazából miért ne szedném szét? Ja, oxygen. Igen, Leja. Tényleg, Leja, te otthon vagy, meg Birdie, te is. Szubnautikás körökbe. Lesz most Szubnautika 3, vagy nem lesz Szubnautika 3, és totálisan buta vagyok, hogy én azt hittem, hogy lesz. Mert nekem valamiért nagyon az az emlékem, hogy lesz harmadik rész. Reméljük, hogy lesz. Hát én is remélem amúgy. Ja, inkább csak rajongói vágy. Oh.
Én reménykedem benne azért. Na, fölmarkoljuk innen az összes szemet, amit tudunk. Némi fát, és elindulunk megint egy irányba. És nem átlósan, hanem valami fix égtáj felé fogunk elindulni. Mondjuk lehet, hogy elnézzünk innen még egy kicsit nyugatra. Mert úgy láttam, hogy itt még arrébb van a pálya széle. Követ azt nem tudunk magunkkal vinni. Olyat tudok még csinálni, ezt így egy picit eldobom, megesszük a banánt. Úgy, és akkor innen... Arra van észak, akkor erre van nyugat nagyjából ott a domb teteje felé. Elindulunk erre még tovább. Hát, hogy kb. Erre, aztán meglátjuk, hova lyukadunk ki, hogy meglátunk-e valamit a távolban. Az is lehet, hogy a Below Zero sztoriát folytatják. Hát, vagy az első részt, azt is lehetne folytatni. Mert mint értem, hogy a Below Zero az valahol annak a folytatása. De rá lehetne még arra fűzni szálat simán. Banán növényt vágtál már ki, csak hogy az mit ad? Nem. Nem, azt nem vágtam ki. Sőt, a mangót sem vágtam ki, de nem gondolnám, hogy azt hogy a fán kívül mást adna esetleg, mármint hogy a ez a gumó, ami most nálunk van, ez ugye láttuk a receptes könyvben, hogy ez egy lényeges dolog. Ó, az ott mi? Az pálya széle lenne? Vagy mi az ott? Mondjuk pálya szélének még ez kevés. Mármint, hogy nem jöttünk annyit, hogy az a pálya széle legyen. Fő kukac, csak nem. Szia Trec, hello. Ez egy kicsit melegem lenne, jó lenne valami árnyékot találni hamarosan. Black Mirror kövi évad jön. Ugyan a Black Mirror volt, azt elkezdtem annó nézni, de nem jutottam el az első évad végéig. Így talán ilyen, nem tudom hány részes volt az, mert azt hiszem ilyen 3-4 részt néztem meg belőle körülbelül. Emlékeim szerint. Kb. Annyi? Akkor lehet, hogy végignéztem. Nem tudja a fene. -37 fok, nagyon kéne árnyék lassan. És egyelőre csak egy hegyet találtunk, bár az is valami. Viszont kizárt, hogy pálya szélénél legyünk. Ja igen, ott úgy van, hogy ott lehet össze-vissza nézni. Sőt, volt mostanában valami sorozat Netflixen, ami meg nem is volt be számozva, hogy mi szerint kell nézni, hanem úgy nézted sorba részeket, ahogy te akartad. Hallottam valami erről. Most nincs annyira melegem. Itt egy kicsit, hát idézőjelben hűvösebb van. Itt a sziklákon. Aha, viszont itt van egy láthatatlan fal. Akkor ez itt a pálya széle.
Aha. Most a nagyobbik baj, hogyha innen elindulok észak felé, akkor ugye valahol itt fogok följönni. De hogy akkor hogy találok vissza a jó irányba? Bogár! Köszi szépen, Birdie, a 150-et lőtted Szalesnek a pizsit? Már majdnem neki köszöntem meg reflexből. Láttam, hogy el is köszönt közve. Haj. Köszi, köszi szépen. Megoldhatták volna szebben is szakadék vagy magas hegy? Hát, meg. Meg. Na, de nem egy tripülés játék, hanem kicsit más kategória. Igen. 40 fokon vagyunk, mindjárt elkezdünk sérülni. Ugye azt tudjuk, hogy ha a hegyhez odafutunk, akkor nem sérülünk annyira. Úgyhogy ez segítség lehet, illetve a vízből is nem állunk a legjobban. Szia Csala, hello, hello. Jó lenne találni valamit. Én bevállalom, hogy elkezdünk abba az irányba futni, és most lehet, hogy eltévedünk. De remélhetőleg nem fogunk. Kezdek kicsit félni. Nem bírod ki végig ma sem? Na beáll... Ott van valami. Ott van valami, csak el kell érni odáig. Láttátok? Az határozottan valami. Sok felé voltál, ma voltál Pesten is. Na. Hidratálj. Lehet segít? Hát a hőmérsékleten nem segített, de legalább annyira szomjasak nem vagyunk. Illetve el fog folyni a vízünk is. Mert ez konkrétan maxra se töltötte föl a vízünket, még egy kortyot hagytam benne azért. Jó éjszakát, Birdie, köszi szépen, hogy itt voltál, szia-szia! Elég erőteljesen el fogunk kezdeni sérülni hamarosan. Igen, nagyon remélem, hogy addig az épületig, vagy mi a fene az, addig... Aha. Ez határozottan egy épület. Az egyetlen baj, hogy... Itt mondjuk nem feltétlen lesz víz. Ellenben hiénát azt látok. Legalábbis valami mozgó állat volt ott. Jól láttam? Aha! Azt mondjuk itt most baj. Ó, egy kút. Ugorjál már. Nincs stamina. Kéne stamina. Meg fogunk halni. Itten fogunk meghalni, kérem szépen.
Elfogyott a nyilvessző is. Hát de mi a fenét kezdjek most itt ezzel? Stamina, stamina, stamina. Légy, gyere már! Gyere már, stamina! Ne! Hát körülbelül csala. Balt a kés. Az a baj, hogy életem se volt, meg staminám se volt, úgyhogy... És tudjátok mi baj? Még nem mentettük sehol. De... A tudást nem vehetik el tőlünk. A tudást nem lehet elvenni. Ja, most hiába buktunk egy csomó mindent, időt, energiát, de a tudás megmaradt. És most már tudjuk, hogy itt van egy oázis. Valahol itt van a pálya széle, és a pálya szélétől nagyjából itt van egy rom, ami felé el tudunk indulni. Ezek még ilyen kérdőjeles dolgok, hogy pontosan hol van, mert ugye ezt most nem most jelöltük be. A legrosszabb kor jött az a kukac, amúgy. De most már tudjuk, hogy el tudunk menni ide az oázishoz egyenesen, és az oázisban, ami nekünk ott a lényeges, az a hemp, amiből ugye klottot tudunk gyártani. Az oázisban, igazából itt most hús sütni nem is kell nekünk, le kell rakni ezt, ugye logokat kellene vinni, az jó. Oda nőtt egy fa. Ezeket szét kellene szedni. Nem ugyanazon az útvonalon mész, akkor lehet pár fok eltéréssel nem találd meg a romot. Én pontos matematikai számításokat végeztem most mindenféle fokokkal, távolságokkal, és szinte 100% hogy ott lesz. Viszont nem oda fogunk menni először, hanem most visszaszaladunk ahhoz az oázishoz, ahol voltunk, és oda lerakunk egy ilyen mentési cuccot, amihez ugye minden megvan ott, csak béla voltam és nem csináltam meg. Előre legyártam ugye az irányzékot, hogy pontosan le tudjuk majd rakni azt is. Ismétlés a tudás anyja? Hát, ja. Sőt, azt is tudjuk, hogy nyilvesszőből nagyon kevés az, ami nálunk van. Lehetne nálunk több nyilvessző, amihez kő kéne bot és kötél, úgyhogy rögtön egy 2 darab kötelet le is gyártok. Illetve magunkhoz veszünk követ, és botot pedig gyártani kéne. Mondjuk így. Milyen napotok volt ma? Hát tökéletes, hát tökéletes. Minden nap tökéletes, csak meg kell találni azt a pontot, amitől az lesz. Na, úgy, és akkor most tudunk nyilvesszőt csinálni. Egy 2 adaggal, elméletileg ebből 5 lesz. És akkor most 20 nyilvessző van nálunk. Hát, csinálok még egyet. Legyen 25. Sose árt, hogyha van több, nem? Úgyis akkor egy 2,5-szer annyi nyilvesszővel indulunk neki a nagy útnak. Azt el sem viszem, mert nem fog... Ó, de amúgy víznek itt volt nálam a 10 darab kokonát. Amúgy, ezt el is felejtettem. Azt el is felejtettem teljesen.
Igen. Itt tudunk valamit így nagy hirtelen megenni? Mondjuk ezt így a kezembe veszem. Nem, akkor ezt föl kell vágni. Aha, hogy így kell ezt. És ezt miért nem stackeli? Jó, ezt el kell dobni, és akkor még egyszer. Még egyszer föl kell vágni. Mennyivel könnyebb lenne, ha nem gurulna el? Na jó, gyere ide ki. Itt gurulásszál. Úgy, és akkor ezeket meg tudjuk enni. Bonyolult dolog ez a kókusz, de megfejtem. Kiszedtük belőle a tejet. Jó, lehűlünk, és el is indulunk egyenesen ide. Ami ugye nyugatra van, ami pedig az az irány lesz. Úgy, mehetünk. Nem sütök most húsit, meg viszünk húsit, meg mit tudom én. Lesz ott banán, majd megesszük azt. Addig meg csak nem éhezünk meg. És most már legalább célirányosan megyünk. Már pontosan tudjuk, hogy mit keresünk. Azt a romot, azt... Az csak matematikai kalkuláció és logika alapján jelöltem be, hogy nagyjából hol lehet. A pontos GPS koordinátákat ugye nem tudjuk. De meg lesz az is, meg lesz az is. Amúgy, kinek hogy tetszik a stream címe? Meg kinek mond egyáltalán valamit az a név, amit beleírtam? Na? Na? Tudjátok-e, hogy mire utaltam? Ki olyan érett, hogy ismerte azt a sorozatot? Senki, meg sem mertek szólalni. Az igen, az igen. Na és kérdés, hogy azért nem mertek megszólalni, mert mindenki szégyelli, hogy ismeri. Vagy azért nem, mert nem tudjátok, hogy mi az. Én várok, Csicsu, én várok. Ciki bevallani. Sejtettem. Pedig akkor mindenki nézte a tévébe. Akkor nem volt olyan ember, aki ne nézte volna. Homok titkai. Igen, igen, a szobrász fiú. Így van, Before the West, jól mondja. Egy kis holdkóros, vagy mi. Ja, mondom, ha már homokozunk, hozzak valami kis nosztalgiát is vele. Jó kis brazil szappanoperák, régen mit mentek a tévébe, aztán most már hol vannak? Bár lehet, hogy vannak, csak én nem nézek tévét. Ez is benne lehet. Az is benne lehet simán. Most viszont lehet, hogy itt megállunk egyet hűlni. Tudunk hűlni, vajon? Bogár! Ásd el magad! Adtunk neki egy ásd el magad szettet, és el is ásta magát. Most a török sorozatok mennek nagyon? Nem tudom, nem szoktam nézni tévét. Ugye az egyetlen tévés sorozat, meg kategória, amit követek, az ugye a... Ez a cápák között, meg álommeló. Az álommelóra most nagyon rá vagyok kattanva. Meg kicsit bánom is, hogy nem jelentkeztem, mert az nagyon... Nagyon bejön. Bár valószínűleg ahhoz ugye fel kellett volna mondani a jelenlegi munkámat, meg mit tudom én, hogy ebből a szempontból mondjuk nem túl előnyös, meg elég bizonytalan.
de olyan feladatokat kapnak, és olyan tök egyszerű ötleteket tudnék ráadni, amivel így meg lehetne csinálni sokkal jobban, mint amiket ott kitalálnak, hogy... Hát kapásból ugye az első feladat még az első részben az volt nekik, hogy egy... Na jó, nem igazán hűlök, úgyhogy megyünk tovább. Még az volt nekik, hogy virágot kellett vásárolniuk, és el kellett adni bárhogyan, hogy pénzt csináljanak belőle. És ezek kiálltak az oktogonhoz, meg a nyugatihoz, meg mindenhova, azt árulták a szálas virágot. És akkor ilyen igazából mínuszba jött ki a napjuk, mert rajtuk ragadt egy csomó virág. Nekem az első gondolatom az lett volna, hogy bemenni virágüzletekbe, mert hogy nagyon jó áron kapták meg ilyen nagy kerár alatt, és végig se tudtak belőle a profitot csinálni amúgy, hogy bemenni virágüzletekbe, és simán rásózni a virágüzletre, mit tudom én, 20%-os profittal. És nem jutott eszébe egyik csapatnak se, hihetetlen amúgy. Én is csak mamámtól tudom, amikor évente kétszer hazalátogatunk, mindig elmesél, mi történt az előző epizódban, de aranyos. Igen, ők ezt úgy fogják föl, mint a való életet valahol, hogy nekik már nincs meg az a szórakozás, nincs meg az a... az, ami nekünk az ilyen mindennapos dolog, hanem ők ebbe érik ki a szocializálódást, hogy ugye ilyen szappanoperákat néznek. Ezért így elég jól bele tudják élni magukat lényegében. Most a kérdés az, hogy most rossz irányba jöttem-e, vagy itt lesz a domb túloldalán az, amit keresünk. Vagy még arrébb van. Most sokkal jobban sérülök a melegtől, mint az előbb. Viszont mondjuk az előbb meg este értem ide, mert még szöszmet öltem. Otthon még húsítottunk, meg minden, lehet, hogy azért volt egy kicsit könnyedebb az ide vezető út. Ott lesz szerintem lent. Arra bokorra emlékszel? Na, akkor jó. Akkor jók vagyunk. Már hőbutát kapunk rendesen. Itt lesz, itt ott van. Ezt ne felejtsük, hogy van egy-két hiéna is még ott. Akikkel meg kell harcolni az árnyék előtt még. Lehet, hogy ezt a kis kulacsot most megszörpintem. Úgy, ez egy picit segített most a hőségen. És akkor hol vannak az állatok? Nem látom most a hiénákat. Pedig itten voltunk, az biztos. Hogy miért fúj a szél a víz alatt, az már egy másik kérdés. Aha, és akkor ez viszont, ha jól értelmezem a játékot, akkor random, hogy mikor, hol vannak állatok. Ezt meg ide kell rakni úgy, hogy abba az irányba nézzen. Így. Úgy. Na, és mennyivel jelöltem mellé? Hát egy picit csak. Nem baj, jó lesz. És akkor kellene ide építenünk egy mentési pontot. Ne járjunk úgy, mint az előbb.
amihez ugye szükségünk lesz, logból van nálunk, font kell, meg kötél, három darab kötél. Akkor... kellene vágni mondjuk lyukkát. Kell még két kötél. Aha, és akkor kell fond is nekünk, ahhoz meg mondjuk kivágjuk ezt a fát. És remélem, hogy egy skorpió nem fog megtalálni közben, mert ugye itt voltak. Ott is van. Ez az a fa, amit kivágtam, csak nem dőlt el. Szerintem igen. Igen, és a banánt is lekapjuk, és ezt meg is esszük, mert ez elég tápláló. Úgy maxra vagyunk töltve, tudunk csinálni egy kis sheltert magunknak. Ott jön a hiéna közbe. Bőr, hús, valahol itt egy nyilvesszőt ellőttem még, ott van. A szárazat kivágom-e? Persze kivághatom. De ahol egy hiéna van, ott előfordulhat több is, úgyhogy arra majd figyelni kell. Semmi extra sima fa. Hiénát ugye lootoltuk. Elkészült a kis shelterünk, azt ledobjuk mondjuk ide, és mentünk is egyet rögtön R betűvel. Úgy. Nagyon jó. Mit tudnánk még ide? Ugye tábortüzet tudnánk csinálni, mert hamarosan este lesz. És ugye most csak három darab bőrünk van. Előbb jobb volt ez a több hiéna, azt tetszett amúgy. Nincs még itten hiéna véletlenül? Körbenézzünk a domtetőről, hát ha itt bujkálna. Ja, csak tatarozás miatt? Aha. Értelek, értelek. Hiányoznak a hiének. Na, viszont kezdjük el kitermelni azokat, amit tudunk. Illetve lehet, hogy ide, ha tudok csinálni egy ládát, ahhoz mi kell? 10 darab stem kéne. Amihez ezeket kellene szétütni.
Bár ez így még csak 6 lesz. Van-e itt lyukka? Az abból jön a legegyszerűbben. Van ám. Ja, és hát igen, a előre betervezett eszköz eltörés. Ugye kellene 2 darab kő, hogy tudjunk újabb kést gyártani. 1. Halló, egy kő darab valahol. 2. Mehetünk vissza lyukkát ütni. És akkor most már van elég egy ládára? Van, nagyon jó. Lerakunk egy ládát, mert összeszedünk egy pár dolgot, és lehet, hogy mondjuk nem visszük magunkkal tovább egyelőre. Hanem tudjuk, hogy itt van, azt majd jövünk érte. Például ide... Mondjuk a húzsit azt pont megsüthetnénk, de igazából addig lerakhatjuk. Bottokat... bőrt, fát, mindent most kipakolok magamtól, úgyis még itt ki fogjuk írtani a sok-sok kendert. Legalább lesz helyem rá. És ezt nagyon jó lenne még világosba. Hogy mindent össze tudjak szedni a földről, de már most se látom, hogy mik potyognak le, meg hova. Volt. Ott is van. Mint minden felszedtem mindent. Az előzőben nem vagyok biztos, hogy felszedtem mindent. De itt is felszedtem. Ja, az csak kavics. Jó. Szóval ez a tatarozás, ez annyi lesz most, hogy kendert írtunk 1000-rel, és reménykedünk benne, hogy visszanő. Hát remélem összeszedtem minden, nagyon rosszul látszik a fűbe ez a kis gumó, amiket dobál. Ugye 9 darab jött össze abból, ami a lényeges, ez a rohamp. Az a fontos ahhoz, hogy tudjunk ilyen napálló, vagy nap elleni ruhát készíteni magunknak. Napkabátot. Valahol valami darab. Jó, szerintem jól összeszedtük. Bot jöhet. Banánt learatjuk. Azt learatjuk. Van-e még itt kender? Van ám. Amúgy itt van. És remélem, hogy legalább annyi összejött, mint az előbb. Püfölöm az ebetűt, amúgy közben úgy nézelődök körbe, hát ha fölvesz valamit, amit én nem látok.
Oké, hát 15 darab jött, előbb is 15 jött össze, azt hiszem. Akkor ez lehet, hogy fixen dobja. Mert ugye pont nincs meg a 16, ami kellene ahhoz, hogy el tudjunk készíteni belőle egy ilyen hőköpenyt, vagy mi a fenét. Ugye ezt lerakom, ez nem fog kelleni. A banán, meg a mangó, az maradhat nálunk. Mi volt ez a hang? Homokvihar jön? Mindegy, mentek egyet, az biztos. És azon gondolkodom, hogy aludjunk-e itt egyet, és reggel induljunk tovább. Mondjuk lehet, hogy innen már csak a kövi streambe fogunk tovább indulni. Viszont akkor itt összeszedhetnénk egy csomó lootot, és csinálhatnánk tényleg egy ilyen előre tolt bázist. Akkor kezdjük mondjuk tényleg azzal, hogy ezeket a kiszáradt fákat innen eltakarítjuk. Kis tatarozás. És esetleg hát, ha mondjuk megjelennek még a hiénák, vagy visszanő a kender, ez mind-mind nagyon jó dolog lenne nekem. Meg nektek is, mert haladhatnánk a dologgal. Most lepakolok a ládába mindent, amit csak tudok. Ezt is lerakjuk. Meg ezt is lerakjuk. Úgyis, hogy itt ezerrel most favágó action lesz. Meg némi tereprendezés. Figyeljétek, legalább nem melegszünk ki. Nézzétek a jó oldalát. Ezeket is lehet, hogy így kéne szállítani, és nem font formájában. Simán előfordulhat, hogy úgy akkor több mindent tudunk útközben építeni, hogyha szükség lenne rá. Jó éjszakát, Csilla, meg jó éjszakát, Csicsú! Mindjárt megyünk mi is, szerintem még egy 5 percet még vagyunk, aztán utána raidelünk egyet, addig meg még kifarmolgatok némi nyersanyagot, hogy kövi adásban azzal már ne kelljen foglalkozni. Mondjuk egy csomó fát. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Miért erre dől? Én direkt a másik irányba vágtam. Azért ám. Okay. Ez is mehet igazából. Kéne inni, mert mindjárt szomjan halunk. Lehet itt inni? Mondjuk itt? Ezeket is vághatjuk nyugodtan. Most jöttem rá, hogy lehet hosszan nyomva tartani a gombot. És nem kell püfölni a bal klikket a favágáshoz. Ennyi kattintástól megkíméltem volna ma az egeremet, hogyha ezt tudom korábban, vagy eszembe jut korábban.
És eltört a balta. Amihez... kellene két kötél. Kell hozzá kettő kötél, meg mi kell még hozzá? Stick, egy darab stick kellene. Nincs itt egy stick. Az font. Aj, legyen már itt egy stick valahol. Kő. Kő, kő, kő. Jó, mindegy, visszamegyünk a ládából, akkor veszünk ki. Most hirtelen jobbat nem tudok. Hát ott az a fa, az ott az mit csinál? Csodálatos. Összeszedtünk egy rakás fát, egy rakás levelet, egy rakás botot. Aha, 30-assával stackeli a logokat, úgyhogy annyi lehet egy stackbe nálunk maximum. Jöjj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 j
Nyújt, le is rakunk egy adagot. Meg követ nem raktunk még el, nem is gyűjtöttünk követ. Mindegy, mentsünk egyet. Ide bebújok, attól melegebb lesz. Melegebb nem lesz, viszont reggelebb lehet. Reggel meg majd lesz meleg is. Tudnám, mibe sérültem meg. De hát ezt sose fogjuk megtudni. Oké, mentünk egyet így reggel is. Game save. Ha jól látom, akkor reggelre nem spónolt ide. Ó, mangó spónolt. Vagy nem szedtem le az előbb, mert nem láttam. Az simán előfordulhat. Ugye csak a hasznos fákat hagytam meg, meg két pálmát, az még jól jöhet. Innen fogjuk majd folytatni legközelebb. És akkor majd elmegyünk, megnézzük azt a ruint, amit most már tudjuk, hogy úgy kb... Hát, úgy kb. Abba az irányba van. Nagyjából. Most tudja a fene. Majd kiderül. Majd kiderül, hogy jó irányba néztem-e. Az biztos, hogy előbb-utóbb lesz előttünk valami. És nem nőtt vissza Kender sem. Ja, ennyi. Ennyi. Menjünk raidelni egy jót. Menjünk egy nagyon jót raidelni.
aztán holnap este meg egy jót kópozni fogunk valószínűleg a bundival. Nem bundival, buksival. Na, már mellé beszélek. Szép vagyok, össze-vissza beszélek. Hova rédeljünk? Nem tudom, hova rédeljünk. Ez egy nehéz döntés mindig. Mi történik? Reklám. Egyszer a Twitch partner leszek, ennek fogok a legjobban örülni, hogy én se kapok onnantól sose többet reklámot. Viszont itt semmi nem történik, akkor nézek mást, mondjuk. Nem tudom. Menjetek nyuszához. R6-ozik. Örök klasszikus. Na jó van. Holnap este találkozunk, nem 10-kor, hanem hamarabb. Szerintem 9-kor, vagy ha még hamarabb, akkor ez ki lesz írva Discordra, de valószínűleg 9-kor. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a követéseket, csíreket, szabokat, rédeket, mindent, amit kapok tőletek folyamatosan, de legfőképpen azt, hogy mindig itt vagytok rengetegen. Köszönjetek be Nyuszához, aki még nem tette volna, az dobjon neki követést, meg minden, legyetek aranyosak. Most pedig jó éjszakát mindenkinek, és akkor holnap találkozunk. Na jó van, puszi a pocitokra, sziasztok!